Köszöntöm az Oxygen Music nézőit, Varga Rebeka vagyok. Most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Választási sorozatot indítunk. Hétről hétre egy-egy győri polgármester jelöltet hívtunk meg a stúdiónkba, hogy megismerjük céljaikat, terveiket. Az első vendég Pintér Bence, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület elnöke, akik rendbe rakjuk Győrt szlogennel kampányolnak. Előválasztáson nem veszünk részt, ez biztos. Ezt mondja az LMP és a Momentum által támogatott Pintér Bence, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület polgármester jelöltje. Előválasztáson mi nem fogunk részt venni. Azért nem fogunk részt venni, mert Grázer Tímát, aki ugye a DK-nak a polgármester jelöltje, nem tartjuk alkalmas polgármester jelöltnek. Így nem lenne őszinte, hogyha mi részt vennék az előválasztáson. Hiszen hogyha ő nyerne, akkor ugye őt kéne támogatnunk, ezt még nem tudjuk őszintén képviselni. Pintér Bence újságíró, az úgytudjuk.hu honlapon végzett munkája kapcsán döntött el, hogy a politikusi pályán is elindul. Azt láttam, hogy hiába tárok fel történeteket, hiába írok meg rengeteg olyan sztorit, amivel szerintem politikusoknak kéne foglalkoznia. Nyilván azoknak is, akik hatalmon vannak, és nyilván azoknak is, akik ellenzékben vannak. Nem láttam a hatását. Tehát sokszor láttam hatását annak, amit írok, de sosem abban, hogy az a politikában megjelent volna, hogy úgy mondjam. És azt gondoltam, hogy mivel szerintem a város az elmúlt 5 évben nagyon rosszul vezették, és nem láttam azt, hogy a másik oldalon, az ellenzéki oldalon lenne erre egy komoly ellenajánlat, azt gondoltam, hogy ezt muszáj nekem megcsinálnom, és összegyűjtenem azokat az embereket, akik egyébként a saját lakókörnyezetükben szintén így gondolják, és szeretnének tenni, és új arcok, akik szeretnének bejutni a közgyűlésbe, és tenni az emberekért, akik a szomszédjaik, melyeket ismernek a környéken. Akkor, amikor én először arról, hogy mind szeretnének változtatni a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület képviselőjelöltjei, most induló választási műsorunkból önök is megtudhatják. A 45 perces beszélgetést kedden este 7 órától nézhetik meg itt az Oxygen Music televízió csatornáján és a győrihírek.hu weboldalon. Elég egy hónappal később befizetni a gépjárműadót, idén március 15-e helyett április 15-éig. Erről mindenki határozatot kap a határidő változása miatt, közölte a NAV. Mostantól az évi 2 alkalom helyett már csak egyszer kell a közterhet megfizetni, de megmarad a részletfizetési lehetőség. Ezt a NAV mobil alkalmazásában lehet igényelni néhány kattintással, és automatikusan megadják mindenkinek, aki kéri. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az országban az elmúlt héten 55 ezer fő fordult háziorvoshoz az influenza-szerű és mintegy 300 ezer fő akut légúti fertőzés tüneteivel. A 100 ezer lakosra jutó orvoshoz fordult páciensek száma Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, derül ki a közleményből. Fellángolt a lepkehimlő Győrben is. Az egyik győri gyermekorvos rendelőjében már tavaly megjelentek az első páciensek, akik jellemzően az 5-10 éves korosztályból kerülnek ki. A kiütéssel járó betegség nem új keletű, ám szokásos esetszámnál többen keresik fel a fertőzésre utaló tünetekkel a rendelőket. Én 50 éve vagyok orvos, ugye, nem találtam a praxisomban ilyen jellegű megbetegedést. Mondja az egyik győri gyermekorvos. Dr. Schmidt Péter szerint akár a koronavírust követő maradványtünet is okozhatja azt a kiütéssel járó megbetegedést, amelyet egyre több gyermeknél figyelnek meg. Egy új jelenség, egy vírusfertőzés járó betegség, a bizonyos lepkehimlő terjed egyre több gyermeknél, ma is volt 2. Ijesztő, semmiféle kenőcsöt nem szabad rátenni, általában hagyományos gyógyítás, tehát látcsillapítás, bőrfolyadék mellett meggyógyul, de maga a látvány, akár az arcon, tesszerte, alsó védtagon, ez megijeszti a szülőt is, hozzátartozót, és őszintén megmondom minket is, mert az elmúlt években ezzel nem találkoztunk. A lepkehimlő az 5-10 évesek körében a leggyakoribb. A tünetek megjelenése és lefolyása leginkább az életkortól függ. A gyermekorvos hozzátette, októberben, novemberben jelentkeztek náluk az első betegek, a csúcsot a januári-februári időszak jelentette. Hólyagos elváltozás nincsen, a bőrből kiemelkedő nagyobb eltérés nincsen, inkább apró, pontszerű, olyan hangyaszerű kiütések vannak, tehát inkább azt mondaná pici, apró, felszínesek. Hogyha esetleg természetesen hólyagos kiütések vannak, akkor más irányba kezdjük a dolgot, de hogyha a gyerekek kivizsgálását, hogyha ezt úgy látjuk, hogy nagyon felszínes, erősebben vörös, de 2-3 nap után már lényegesen csökken, akkor egyéb terápiára nincs szükség, kivárni az 5-6 napot.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a lepkehimlő cseppfertőzéssel terjed. A lappangási idő 4-20 nap lehet, a páciens azonban már a tünetek megjelenése előtt fertőzhet. Védőoltás egyelőre nincs a betegség ellen. Még hozzájuthatnak fertőtlenítőszerekhez azok a rabkerti telek tulajdonosok, akiknek a kertje talajvízbetörés miatt szennyeződött. A Győrszól munkatársai március 5-én kedden és március 6-án szerdán 15 óra és 16 óra között a Hullám utca és a Parti utca kereszteződésében hipót és klórmeszet osztanak szét az igénylők között. A szolgáltató ezen a két napon a rendelkezésre álló készlet erejéig biztosítja a fertőtlenítőszereket. A győri járási ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki magát ügyvédnek kiadva, ingatlan ügynöki tevékenységre hivatkozva több mint 300 ezer eurót vett át egy házas pártól. A vádirat szerint az elkövető azt állította, hogy ügyvédként dolgozik és ingatlan ügynöki, valamint befektetési tevékenységéből származó nyereségéből az átvett összegen felül 20% jutalékot fizet a sértetteknek. A férfi sem az átvett összeget nem fizette vissza, sem jutalékot nem fizetett a mai napig a sértett házas párnak. Az ügyészség a férfit két rendbeli folytatólagosan elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalással vádolta meg. Vele szemben 12 év szabadságvesztés is kiszabható. A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai 10 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a hétvégén. Az egyenruhások a hétvégén útjainkon 2200 alkoholszondás ellenőrzést végeztek, és 10 ittasan a volán mögé ült autóvezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt még közúti közlekedési balesetet okozhattak volna. A polisz.hu oldalon azt írják, a rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, azok magas kockázati tényezőt jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Beváltotta a hozzáfűzött reményeket az Écsen kiépített jelzőlámpás gyalogátkelő. Erről Szabó Norbert polgármester beszélt a Győri Híreknek. A zebrához sebességmérő berendezések is tartoznak, amelyek pirosra váltanak, ha egy autó a megengedettnél gyorsabban közelít az átkelő felé. A gyalogosok egy gomnyomásra maguk is megállíthatják a járműveket, ha szeretnének átkelni a mindig forgalmas útszakaszon. Mindig lesznek olyanok, akik nem fogják betartani a sebességet. Gyors hajtásra csábítja az autósokat a 82-es főút bevezető szakasza Écsen. Azaz csak csábította, mert 2022. decemberétől lassításra késztetik azokat, akik átlépik a megengedett legnagyobb sebességet. A rendszer alfája és omegája ez a gyalogátkelőhely, amelyet a Győr-Pannonhalma kerékpárút építésekor alakítottak ki. Ez a lámpás átteresztés egészült ki még továbbra egy sebességmérő berendezéssel, mely körülbelül 100 méterre található a gyalogátkelőhelynek a két oldalán, és ha megengedett sebességet túllépi, akkor a lámpa pirosra váltva egy 3-4-5 másodperces megállása vagy lassítása kényszeríti az autósokat. Az érzékelőknek köszönhetően a rendszer időben észleli a gyalogosokat, így az autósoknak is van idejük biztonságosan megállni, mikor pirosra vált a lámpa. Ott jártunkkor azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan haladt a forgalom, egy-két kivétel azonban mindig akad. Ők valószínűleg gyorsabbak voltak a megengedettnél, ezért kellett pár másodpercre megállniuk. Gyalogos vagy kerékpáros ugyanis nem ment át a zebrán. A kerékpárút átadásával együtt adtuk át a gyalogátkelőhelyet is, és a sebességmérőberendezést is. Én azóta csak pozitív tapasztalatokat tudok róla mondani, tehát a sebesség láthatóan csökkent, az autósoknak a nagyon nagy része betartja az 50 km/h sebességet, és biztonságosabbá vált itt a környék és az átkelés is ezen az útszakaszon. A polgármester hozzátette, vannak terveik a sebesség lassítására a Ravaszt felőli oldalon is, ahol a hosszú egyenes útszakasz miatt még mindig nagyon sok a gyorshajtó. Februárban bővült a kínálat az eladó lakóingatlanok piacán havi és éves összevetésben, miközben a kereslet is jelentősen nőtt, közölte az egyik hazai ingatlan közvetítő cég. A kutatásból kiderült, az év második hónapjában több mint 260 ezer érdeklődés érkezett eladó lakások és házak iránt,
ami 25%-kal több, mint tavaly februárban Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében. 37-46%-kal fokozódott a kereslet. Kedves nézőink, ez volt ma a híradó itt az Oxygen Musicon. A zenék mellett ma este sportműsorral készültünk. Egy erős emberek versenyre látogatunk el. Ezt ma 7 órakor és 9 órakor is megnézhetik. Ha viszont lemaradtak róla, keressék a műsort magazinjaink között a honlapunkon. Legfrissebb híreinket a győrihírek.hu oldalon is megtalálják. Mindenkinek további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra! Kedden a változóan felhős napos időben helyenként számítani kell záporok kialakulására, néhol akár zivatar is előfordulhat, elsősorban a Dunántúlon lehet élénk az északi-északnyugati szél. Reggelre ismét kialakulhatnak pára és ködfoltok, a csúcshőmérséklet 12 és 15 fok között alakul, szerdán a napsütést gomoly felhők zavarhatják meg, és helyenként ismét számítani kell záporok kialakulására. A déli tájakon akár az ég is megdörrehet, többfelé megélénkül az északi-északkeleti szél, reggel párás ködös tájakkal is találkozhatunk, a legmagasabb hőmérséklet 12 és 14 fok között alakul.